A Kékben játszó Dunabiztos Mikro együttese, valamint a GBB Kft. Együttesei vívták a döntőt a 14. alkalommal megrendezett Dunaújváros kupán. A finálét végül a kékmezes gárda nyerte magabiztos játékkal 4-0-ra. Bevallom őszintén, egy hosszú sorozat volt, a bajnokság is megterhelő volt, itt is azért volt három nagyon kemény mérkőzésünk. Most nekünk jött ki a lépés, és örülünk, hogy győztesek lehettünk. Próbáltam nem félváról venni ugye a mai mérkőzést, és hát amint megjöttek a gólok, ugye az felspanolt engem is, és ezáltal sikerült egy jó teljesítményt nyújtanom. A vesztes csapat részéről Szalai Norbert elmondta, a vereségnek sok összetevője van, ezek közül az egyik az ellenfél kapusának kiemelkedő teljesítménye. Ugye szörnyű dolog veszteni, mert én úgy gondolom, hogy aki felmegy a pályára, az mindig győzni akar, de hát ez most így jött össze. A kapusuk nagyon jó napot fogott ki, a kritikus helyzetekben megfogott mindent, ők meg rugdosták a gólokat sorba, aztán szépen elúszott a hajó. Petrás Gábor, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára, a torna szervezéséből is kivette a részét, hangsúlyozta, elégedett a torna minőségével és a csapatok aktivitásával. Ez a 14. Dunaújváros kupa volt, és nagyon szeretik a csapatok, hiszen itt egy meccs dönti el, hogy ki jut tovább, és a kis csapatok néha meglepetést is okoznak a nagy csapatoknak, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és egy nagyon pörgős kupasorozat, hiszen két hét alatt győztest hirdetünk. A több hétig tartó kispályás labdarúgó tornát a Dunabiztos Mikro nyerte meg. Második helyen a GBB Kft. Együttese végzett, míg a dobogó legalsó fokára a Bianca Trade gárdája állhatott fel, miután 6-2-re legyőzte a River Plate csapatát.